Szorosabb lesz az együttműködés, ebben is megállapodott az önkormányzata kamarával. Huszton a tűzifából épül a karácsonyfa, elbontása után rászoruló családoknak osztják szét. Lövések dörrentek és a bevetési egységet is mozgósították, nyílt napot tartott a rendőrség. December 4-én szerdán híradónkat látják, köszöntöm Önöket! A cégek nélkül elképzelhetetlen egy város élete, gazdasága, Verespál szerint. A BOKIK 57. küldőgyűlésén abban is megállapodtak, hogy szorosabb lesz az együttműködés az önkormányzat és a kamara között. A Borsod-Abolcs-Zemplén megyei Kereskedelmi és Iparkamara alapításának 25. évfordulóján két miskolci céget is díjaztak. Papis Imre ebbe az elődök sorában kitüntetett helyen van. A kamarához kötődő, kiemelkedő személyek sírjának és emléktáblájának koszorúzásával kezdődött a program. A küldött gyűlésen Bihal Tamás azt mondta, már a rendszerváltó kormány felismerte, hogy szükség van egy olyan kamarai rendszerre, ami képes a magántulajdonú gazdaságba történő átképzésekhez segítséget adni. A kamara kiemelkedő gazdálkodó szervezete díjat két miskolci cég is megkapta, a Szega és az Avalon Park. Ez utóbbit a turisztikában elért eredményeiért ismerték el. Közel 120 ezer vendégészakát értékesítettünk az elmúlt 4 évben, illetve mint park, szórakoztató és élménypark, közel 800 ezer látogatónk volt az elmúlt 4 évben. Ezek nélkül a kiemelkedően működő cégek nélkül elképzelhetetlen egy város élete, gazdasága, mondta Verespál. Miskolc polgármestere hozzátette, 2010-ben megalakult az önkormányzat gazdasági tanácsadó testülete. Az önkormányzat és a kamara együttműködését azonban aktualizálni kell, és tovább kell bővíteni az együttműködést a gazdaság szereplőivel. A formális találkozók helyett párbeszéd alakul. A város és az itt élők érdekeit szem előtt tartó kooperációval látjuk a megoldást. Javaslom, hogy a megkötött megállapodást aktualizáljuk. Az első lépés az érintett vállalkozásokkal közösen kijelölni az együttműködés főbb irányait és súlypontjait. Parag László szerint lendületben van a gazdaság. A GDP idén várhatóan eléri az 5%-os növekedést. Magyarországon gyakorlatilag nincs munkanélküliség. Vannak még térségek, ahol ez nyomasztó dolog, de összességben országos szinten annyira alacsony a nem foglalkoztatottak a száma, hogy az már a teljes foglalkoztatást jelenti. Az elnök hozzátette, a megyei kamara egy követendő példa, hiszen egy nem túl barátságos gazdasági környezetben is hatalmas eredményeket ért el. A hétvégére megszűnhet a forgalmi akadálya az újgyőri piaci buszmegállóknál. A felújításuk október 21-én kezdődött, 2 hét alatt el is készült, de egy speciális burkolattal, úgynevezett bazalt betonnal aszfaltoztak. Ennek a szilárdulási ideje 28 nap. Az újgyőri piaci megállóhelyeket december 6-án adják vissza a forgalomnak, hogy a torlódásokat elkerüljék, a Görögszőlő és Andor utcát a belváros felé egyirányosították. Ezt a menekülő utat is visszaállítják az eredeti forgalmi rend szerint. 4 csillagos minősítést kapott strand kategóriában a Selyemréti strandfürdő. A Magyar Fürdőszövetség pontozta, november közepére téliesítették a fürdő úszómedencéjét, ami a látogatók szerint sokkal kulturáltabb lett. A fürdőt évente 130 ezeren látogatják. November elején pedig elkezdték a dögönyöző és az úszómedence téliesítését. Az oldalfalak fel lettek építve, a nyilázárók, hőszigetelt nyilázárók be lettek építve, a légtechnikai berendezés, az elszívás, a befúvás az be lett üzemelve, és hogy tapasztaljuk, egyébként egy kellemes úszodai klíma van. A medence vize és a levegő hőmérséklete is 27-28 fokos. A látogatók a téliesített sátorban már komfortosabb körülmények között úszhatnak. De van téliesítve, ez egész jó dolog, mert a másik sátorhoz képest azért jobb. A csöpögött a víz, ez sokkal kulturáltabb. Egy héten egyszer-kétszer szoktam járni úszni, meg vagyok amúgy elégedve, a vízhőmérséklet az tökéletes, a tisztaság az le a kalappal, hál' Istennek a nagy tömegnyomor azért nincsen. A vendégek kérésére egy kabáttárolót is kialakítottak a bejáratnál.
A fürdőt évente 130 ezeren látogatják, de a téliesítés után ez a szám várhatóan tovább fog növekedni. A fürdőben 2013 óta folyamatosak a fejlesztések, egy ideje pedig már a szakma is felfigyelt rá. A napokban megkapta a 4 csillagos nemzeti tanúsító védjegyet, ami a vendégek számára is egy biztosíték a minőségre. Első körben volt egy próbafürdés is, amikor a bizottság tagjai eljöttek és vendégként próbálhatták ki a létesítményt. Utána pedig egy nagyon komoly pontozási rendszeren mentünk végig, amelybe beletartoztak a létesítményt, illetően az infrastruktúrális fejlesztések, a gépészeti fejlesztések, az, hogy öltöző átalakítás volt. A dolgozók végzettsége és az épített környezet is pontokat jelentett a minősítésben. A 4 csillag megszerzése után a fürdőt ezután rendszeresen felülvizsgálják majd, és ha a környezetét tovább tudják fejleszteni, akár az 5 csillagot is elnyerheti. Adományfa lesz a városháztéren fenyőfa helyett. Építéséhez 20 tonna tűzifát használnak fel, és elbontása után rászoruló családokhoz kerül majd. Az önkormányzat szociális tűzifa készletével együtt így 70 tonna tűzifát kaphatnak a nélkülözők, amint egy 11 méter magas adományfát pénteken adják át. Az alapeleme az volt, hogy az építő elem legyen tűzifa a nélkülöző családok számára. Az adomány karácsonyfa története 5 évvel ezelőtt kezdődött. Az ötlet egy építéscsoporté, akik olyan installációt álmodtak meg, ami az ünnepek alatt egy köztér dísze, utána viszont rászorulóknak nyújt segítséget. A jótékonysági akció most Miskolcon is megvalósul. 5000 kugliból áll nagyjából. Amit itt látunk, az kb. 15 tonna tűzifa lesz, viszont 5 tonnával mi még megtoldottuk, tehát olyan 20 tonna tűzifa az, amit hozzá tudunk tenni az önkormányzat szociális ellátó rendszeréhez. A karácsonyfa vízkeresztig, vagyis január 6-áig lesz a városháztér dísze, utána elbontják és szétosztják a Miskolcon élő nélkülöző családok között. Az önkormányzat szociális tűzifa készletével együtt így 70 tonna jut a rászorulóknak. Közel 200 családnak fogunk tudni segítséget nyújtani a tűzifa átadásával. Nyilván ez nem egy hosszú távú segítség, de a leghidegebb kritikus időszakban minden esetre nagyon fontos szerepet játszik. A város alpolgármestere hozzátette, a jótékonysági akció az adományozás jelentőségére és fontosságára is felhívja az emberek figyelmét. Az akácfából készülő rendhagyó karácsonyfa 3 nap alatt épül fel. A mintegy 11 méter magas adományfát pénteken adják át. Miskolcon mintegy 10 000 a fogyatékossággal élő emberek száma. Az ő boldogulásukat segítheti az a javaslatcsomag, amit a fogyatékosságügyi szakmai műhely tagjai adtak át a város képviselőjének. A Városházán 16 szervezet mutatkozott be a Fogyatékos Emberek Világnapján. Ezeket néhány hét múlva már ki fogják ültetni ilyen kis edényekbe. A megtermelt zöldség vagy az ellátottak asztalára, vagy a diósgyőri piacra kerül. Évek alatt egy önfenntartó gazdaságot alakítottak ki az autista alapítványnál, ahol 1992 óta gondoznak sérült fiatalokat. Bár Anita, aki nem látássérült, és Éva, aki látássérült. A Vakok és Gyengénlátók megyei egyesülete pedig évtizedek óta a látássérültekért dolgozik. Az egyik legújabb támogatott kaphatási egységünk, ahol például Asperger-szindrómával élő Miskolci Egyetemre járó fiatalok kapnak. Felsorolni is nehéz, a Szimbiózis Alapítvány annyiféle programmal van jelen a városban. Fogyatékos embereket foglalkoztatnak, ezáltal a társadalomba való beilleszkedésüket segítik. Ha segítjük a fogyatékos embereknek az életminőség javítását, az mindenkinek jó, hiszen például egy rámpa nem csak a kerekesszékeseket segíti, hanem a babakocsit tolókat, vagy akár az idős embereknek a bejutását a közintézményekbe. De ha például munkahelyet teremtünk fogyatékos embereknek, ők adófizető polgárokká válnak, és ezáltal a közösségnek a gazdasági erejét erősítik elő. Miskolcon mintegy 10 000 fogyatékos ember él, a családtagokat beleértve ez közvetlenül 40 000 embert érint. Ők mind várják a város segítségét, fogalmazott a város humánpolitikai tanácsnoka. Mit tudunk nyújtani? Gondolom felmerült önökben is a kérdés. Elsődlegesen támogatást, partnerséget, nyitottságot és figyelmet.
konszenzuson alapul kölcsönösen felépített, megtervezett stratégia kialakítását. Ezt a szándékot erősítették meg a Városházán a Fogyatékos Emberek Világnapján. A szakmai műhely tagjai javaslatcsomagot nyújtottak be a városhoz, mely többek között a fogyatékkal élő gyerekek nevelését, oktatását és később elhelyezkedését is segítheti. Mézes kalács sütődévé változott a Miskolci Városháza aulája. Karácsonyi édességet sütöttek az általános iskolások. A mézes kalács alapját a Baráthegyi Majorságban élők készítették. A diákok megtanulhatták a speciális mézes kalács ütőfás technikát is. A mézes tallérokat a helyszínen kisütötték, amit utána haza is vihettek. A szakmai műhelyt a Fogyatékos Emberek Világnapja alkalmából szervezték. A célunk az, hogy bemutassuk, hogy a fogyatékossággal élő emberek képesek értéket teremteni és értékteremtő munkát végezni, ugyanis itt a foglalkozás alkalmával ők azok, akik segítenek elkészíteni a gyerekeknek a mézes kalácsot, megmutatják, hogy mit és hogyan kell csinálniuk. Lövések dörrentek ki, és a bevetési egységet is mozgósították. A rendőrség nyílt napján a látogatók is megnézhették, hogyan készülnek fel a rendőrök egy-egy bevetésre. A megyei rendőrfőkapitányság kiképző központjában a diákok is fegyvert ragadtak, és az is kiderült, hogy a rendőri munka egészen más, mint a filmeken. Rendőrség, de most tőlek, emeljük fel a kezüket! Emeljük fel a kezüket, emeljük fel! Egy jól irányzott lövés és a gyanúsított már is a földön hever. Alapos felkészülés és csapatmunka. Ez a titka egy-egy sikeres bevetésnek. Az elfogás egész folyamatát bemutatták a rendőrök. A golyóálló mellény súlyát a diákok is megérezték. Minden fegyvert a kezükbe vehettek, és ezt nem utoljára tették, hisz mind rendőri pályára készülnek. Horváth Csaba szerint az iskolában tanultak, az utcán is hasznosak. Például újraélesztik. Is végzett már. Azért jött ez az ötlet, és azért szeretnék ezen a pályán foglalkozni, mert szeretnék segíteni az embereken. Sok mindenkinek ajánlom a rendészeti ügyintéző szakot, mert embert forog belőle. Céltudatossá tesz, és tetszik a titkossága és az elzártsága ennek az intézménynek. Korány Szinti a jövőbeni munkájával szintén az embereken szeretne segíteni, amiért mindent megtesz. Rendvédelmi versenyeken rendre sikerrel szerepel. A két országos bajnokság az rendészethez kapcsolódott, ilyen tekkes kiképző pályán történt az egész. Szerintem ez sokban hozzájárul az erőnléthez is, ami nagyon fontos, és szeretem is csinálni. A nyílt napon azt is megtudhatták a látogatók, hogy a rendőr csak ritkán verekszik, fegyvert pedig csak végső esetben szabad használnia. Ez valamilyen szinten egy toborzást is jelent, ugye ez egy toborzó alkalom arra, hogy növeljük ugye a rendőrségnek a létszámát, és a fiatalokba felkeltsük az érdeklődést a rendvédelmi szervek iránt, hogy ilyen pályát válasszanak maguknak a jövőben, és jöjjenek hozzánk, álljanak be a sorainkba, és dolgozzanak velünk közösen. A megyei rendőrfőkapitányság nyílt napján a lövészetbe és a bűnügyi technikákba is bepillanthattak a látogatók. Holnap délután elrajtol az ország egyik legrégebbi Mikulás futása. 9. alkalommal rendezi meg a Rotary Klub. Eddig mintegy 2500, főleg középiskolás jelentkezett a 2 kilométeres belvárosi távra. A jelentkezők száma minden évben egyre több, így idén újabb rekorddöntésre készülnek. A jótékonysági tömegsport rendezvény 14 órakor rajtol a Szent István térről. És egy negyed órát lezárják így a főutcát, villamos sem fog közlekedni, és a Földes gimnázium előtt lesz a forduló, ahol mindenki egy Mikulás tallért fog kezébe kapni. Ez alapján tudjuk majd megítélni, hogy melyik iskolából hány diák teljesítette a távot, és így a legtöbb iskolákat, kiállítókat tudjuk jutalmazni az egyéni győzteseken kívül. A holnapi rendezvény miatt délután 1 és 3 óra között forgalmi korlátozások várhatók a Városház tér, Széchenyi utca, Kazinci utca, Hősök tere, Dérini utca vonalon. 2-től 2:30-ig nem járnak majd a villamosok és a Kazincin az autóbuszok. Virgács is járhat a blitzelőknek. Pénteken és vasárnap délelőtt a Mikulás és Krampuszak kérheti a jegyeket és bérleteket az adventi villamoson. A Mikulás puttonyából apróbb meglepetéseket kaphatnak a gyerekek.
A Mézes Kalács házzá alakított tátra villamos igazi látványosság. Szinte nincs is olyan utasa, aki ne fotózna az utazás alatt. Eddig több mint 200 ezeren nézték meg, és csak nem 17 ezeren lájkolták a közösségi oldalon. Az adventi villamosra január 6-áig bárki felszállhat érvényes jegyével vagy bérletével. Ha ezt elmulasztja, jó esetben csak virgácsot kap a Mikulástól. Marad a hideg, hószálingózás előfordulhat, részletek az időjárásról híradónk után. A minap.hu-n híradónkat visszanézhetik és írhatnak is nekünk az info@mikon.hu e-mail címre. Híradóval holnap is várjuk Önöket. Kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, további szép estét kívánok, viszontlátásra!